a lábunk, a parlamentre látunk, arcunk köré villangókat sző a nyári fény. Te rám mosolyogsz, és velem létezel, én nem csevegek, nem is kérdezel. Apró bogarak táncolnak, most csak te vagy és én. Ébren álmodunk, és hozzám húz, hú-hú. Nem jár villamos, és csak te vagy. Nagyon kellett már, hogy leütse az éjszakát. Vedd fel a kedvenc öltönyöm, én ma csak egy pluszba öltözöm. Lehet, nem is kell, nem is kell. Mondd édesem, levegyem. Harlem zenekar zenéje egyfajta ötvözete az amerikai soul, neo-soul, R&B, gospel zenéknek, valamint azoknak a csendes pillanatokban feltörő gondolatoknak, amelyek remélhetőleg a ti életetekben is változást hoznak. A Ruby Harlem Facebook oldalán olvasható ez a mondat, de hogy pontosan ezek a feltörő gondolatok mit jelentenek, azt ti veletek, azaz Szandrával, Iván Szandrával és Őri Attilával fogjuk most megbeszélni. Miről van itt szó konkrétan? Itt igazából egy picit a már alapból a betekintést próbáltam mutatni a közönségnek, hogy egy kicsit az írás folyamatára magára, ugyanis tényleg amikor a dalok születnek, akkor azok tényleg egy ilyen csendből indulnak, és van, amikor a felvételen is hallatszódik, hogy a nulláról kezdem el, és egyszer csak kiszalad egy dal, kb. 20 perc. Hogyha 20 percet nem szalad ki, akkor az nem is dal általában. Ez zenekari a produkció, miért nem egy one-man show, hiszen te vagy a zeneszerző, énekes, gyakorlatilag mindent te csinálsz, ha jól tudom. Merítül Attila is. Na jó, hát elmondja nekünk majd Szandra. Hát magát a zenélés élményét én nagyon szeretem megosztani másokkal, és nagyon hálás vagyok azért, hogy olyan emberekre találtam, akik szívesen közvetítik a gondolataimat, és a gyönyörű hangjával például az Atti is továbbadja azt, amit érzek, amikor megírom, vagy éppen meghangszerelem a dalokat. Nekem pedig nem kellett gondolkodnom, amikor megkért Szandi, mi nagyon régen zenéltünk együtt. Megtiszteltetés, és öröm vele minden számban benne lenni, egészen más dolgokat hoz kezemberből. Viszont kicsit visszautalnék, mint az előbb hallottakra. Hogy sikerült az éneklés? Te hogy érezted? Mert fantasztikus volt, de ugye azt tudniuk kell a nézőknek is, hogy most volt először olyan alkalom, hogy nem hoztad el a saját mikrofonodat, és teljesen be voltál ettől egy kicsit gazolva. Elárultad a kulisszatitkokat, elárultad. Itt valóban otthon maradtam mikrofon.
fon nem nagyon történt még ilyen, szinte talán nem is. Persze, attól még az szerencsére, mint kiderült ott a hangom, az, tehát nem a mikrofontól. Ez egy nagyon szerencsés adottság, nem mindenkit áldott meg a Jóisten ilyen szép hanggal. Ne nézz rám, légy. Nem, de hogy te még ezt tanultad is Amerikában, jól tudom, azért Berkeleyben végeztél egy szemesztert, legalábbis ott voltál tanulni. Igen, volt szerencsém egy kicsit magamba szívni azt a zenét, amilyet gyerekkorom óta élek. Ez a gászkeles hangzás, ez onnan jött, vagy ez külön, te még utána ott körbejártál templomokba, meg eljártál, mert azért ott, ha Amerikában ott van az ember, azért nagyon sok mindent magával tud, mint egy szívat gyűjteni, főleg ha tehetséges. Hát abszolút körbejártam, konkrétan Bostonban van a Berklee College of Music Zenei Egyetem, és minden vasárnap elindultam, és újabb templomokat ismertem meg, és kb. A hetediknél úgy döntöttem, hogy akkor az ötödikbe mindig el fogok menni, mert ott olyan élmények értek, hogy szerettem volna nem csak magát a zenét, hanem így egy kicsit a kulturális és spirituális hátterét is megfejtegetni annak az afroamerikai zenei világnak, amiért élek, halok. Sokan nem szeretik, ha másokhoz hasonlítják, persze ez a mi esetünkben nincs így, nem, én például nagyon bírom, amikor hozzád hasonlítanak, de mindegy, de hogy... Már szépség. De hogy nem tudom, hogy mondták-e neked például, hogy a hangzás, vagy a hangod, nem tudom, ez szakszóval itt csak zenészek között ülök, szóljatok, hogyha nem jól mondom, egy picit talán Cserháti Zsuzsát idézi. Hát, hogyha így gondoljátok, én nagyon boldog vagyok, mert nekem nagyon nagy kedvencem volt mindig is a Cserháti, és hát csak nem is tudom erre mit mondjak, tényleg fantasztikus, hogy hozzá hasonlítjátok. Gondolom mindennek megvan a maga ideje és vonulata, remélem, hogy picit bele tudjuk csempészni a mai dolgokat is, és inkább 2018-ba kalandozunk, de örülök, hogyha a lélek az ott van tőle. Lemezetek még ugye nem jelent meg, de a YouTube-on elég sok felvétel hallható tőletek. Mindegyikben ez a szerethetőség, életigellés, pozitív gondolat benne van, ezt gondolom, hogy szándékosan ilyen. Persze, mert ilyenek vagyunk egyrészt, ezt hitelesen elő tudjuk. Ez fontos adni. Egyébként, hogy ez az üzenet mindig kimenjen a dalotokon keresztül? Persze. Tehát egyrészt akkor lesz hiteles, meg akkor lesz szerethető, meg akkor lesz hallgatható, meg hát mi is élvezzük, így élvezzük. Picit a koncertekről beszéljünk, külföld, Magyarország, itthon sokat vagytok hallhatók, de vajon külföldön is, úgy tudom, onnan is van megkívás. Igen, most volt egy nagyon jó élményük Lengyelországban, Zsesóban voltunk a Kárpátia Fesztiválon is. Hát ugye egy éves a zenekar, és most életünkben most kerültünk eddig a legnagyobb színpadra, ilyen hatalmas LED falakkal, a srácok betanították egy táncos, tehát hogy koreográfiájuk volt a fúvósoknak és a vokalistáknak is, szóval imádtuk minden pillanatát. És lemezetek még nincs? Mikor, oké, egy éves a zenekar, nem akarok itt mindenkit sürgetni, de videoklip. Mikor várható? Videoklip. Van. És lemez? Az készül. Na, tessék, akkor... Legközelebb hol lesznek láthatók? Most vasárnap leszünk Debrecenben, aztán csütörtökön utána Hajdúböszörményben, leszünk Palóznakon, augusztus 4-én például, és... A Jazz Clubben, ugye? Igen, szóval. A Jazz Clubben. Hát akkor valószínűleg ti még találkozni is fogtok ott. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Ilyen ez a földhöz tartozás, fenn az égben minden jó, jó, jó. Neked is onnan jön az útra való, legyen minden nap. Akkor is a kezdetben nem túl csodás, úgy tűnik az élet néha nehéz. Legyen úgy, ahogy nem volt még.